Több körzetben még mindig vitatkoznak a baloldali pártok az önkormányzati képviselői arányszámokon. Az előzetes tervek szerint ma írta volna alá a fővárosi megállapodást az MSZP, az Együtt PM és a DK. A szocialisták három helyen több jelöltet akarnak indítani, a helyeket pedig a másik két párttól vennék el. A pártok ma nem szívesen nyilatkoztak a megállapodásról. Lesz ma megállapodás? De tényleg, én megreggeliztem, ez egy jó dolog van, fogalmam nincs. Sorra hárították kérdéseinket a szocialisták. A három baloldali párt még múlt hétfőn állapodott meg a főpolgármester jelölt személyében, és a kerületekben induló önkormányzati képviselőjelöltek három párt közötti megoszlásában. Az MSZP azonban most még változtatna néhány körzet képviselőjelölti összetételén. A teljes megállapodás aláírási határideje a mai nap volt. Lesz ma aláírás végleges, vagy nem lesz ma aláírás végleges? Lesz a héten aláírás. De mára ígérték? Nem ígértünk semmit. Arról volt szó, hogy ma lesz a végleges. Arról volt szó, hogy az utolsó apró-apró simításokat, amely a nagy megállapodás egészét már nem érinti, azokat a napokban rendezzük. A híradó úgy értesült, hogy volt olyan körzet, ahol az Együtt PM és a Demokratikus Koalíció is engedett volna önkormányzati képviselői helyet, de amikor ezt közölték a pártjuk felső vezetésével, akkor vissza kellett lépniük. Az általunk megkérdezett szocialisták szerint nem ők a megegyezés akadályai. Megállapodtak múlt hét hétfőn valamiben. Visszakérdezek, és nem a többi párt tart be az MSZP-nek mondjuk egy olyan kerületbe, ahol 20 éve MSZP-s polgármester van, és akkor miért nem ő döntheti el, hogy hogy kikkel szeretne dolgozni a jövőben. A hétvégén Szigetvári Viktor, az Együtt PM társelnöke azt mondta, semmilyen változtatást nem fogadnak el az arányszámokon. Ellenkező esetben felmondják a megállapodást, és önállóan indulnak minden körzetben. Az ATV reggeli Start című műsorában azt mondta, hogy a demokratikus koalícióval kedden mindenképp aláírják a megállapodást. Hogyha ez a Magyar Szocialista Párt nem tud csatlakozni, akkor meg nyilván tesszük, amit tennünk. A véglegesítés elhúzódására utal még az is, hogy kedd reggel az Együtt és a Párbeszéd Magyarországért tanácskozást hívott össze.